Szalóc a 14. század elején már biztosan önálló faluként létezett a Sajó völgyében. A gömöri bányavidék kapujában vagyunk, a Rozsnyói medencét néhány száz méterre összeszűkítő, óriás, mészkőtömbök két fennsík között. Ugyanahhoz az egyházközséghez tartozik Borzova is, ami az említett szilicei fennsíkon fekszik. Az egyik mellett, fölött forgalmas út dübörög el, a másik egy zsákfalu fenn a fennsíkon, ami csak egyetlen mellékúton közelíthető meg. Szalóc je malá gemerská obec, ktorá má celkom zaujímavú polohu. Szalóc egy igen érdekes fekvésű gömöri község, ami a szlovák karszt közepén, tulajdonképpen a szlovák karszt fennsíkjai közötti völgyben található. Ez egyrészt romantikus fekvést ad a helynek, másrészt viszont a falu felett vezet az észak-déli autóútvonal, ami valaha a falu központján haladt át. A községből egyik oldalon a Pelsőci, a másikon a szilicei fennsík hegyvonulata látszik, tipikus gömöri táj. Szalóc magyar falu nagyon közel helyezkedik el a nyelvhatárhoz. Ugyanakkor a mai Gömör és az egykori Gömör vármegye teljes környezete multikulturális volt. Az itt élő emberek viszonylag közel álltak egymáshoz. A Rozsnyó felé utazók a helyet azonnal felismerik, a falu felett jó 70 éve működő gombaszogi kőbánya lefaragott, gigantikus hagyássziklájáról. A község központjában áll a település egyhajós református temploma, ami minden bizonnyal egy 14. századi templomépület alapjaira épülhetett. Ebből a szentély maradt meg, és az is lehet, hogy a korábbi templom a gombaszögi pálos kolostor külső kápolnája volt. A szalóci templom, ami hátul egy régebbi részből áll, nagy valószínűséggel középkori vagy gótikus stílusú, amelyben pedig most ülünk, az egy 1801-es hozzáépítés már, amikor is a régi kő templomokat megnagyobbították 4,5 méterrel, majd idővel a magasságát is megemelték. A sejtések olyan szinten működnek, hogy a vakolat alól folyamatosan így előbukkannak festések, ami ből fakadóan következtetünk arra, hogy lehetnek alatta freskók is akár, de egyelőre még nem tudjuk, és várjuk, hogy belekerüljünk egy következő körületi alapítványnál. Először a szentély részt kellene megvizsgálni, majd pedig a hajó részt is. Tehát ha bővítve volt a hajó rész, akkor a korábbi rész nagy valószínűséggel rejthet freskó rétegeket is. Szalócon csak ez az egy templom található, még a középkorból, vagyis a reformáció előtti időszakból származik. De ez azt mutatja, hogy Szalóc egységesen tért át. Ahogy tulajdonképpen Gömör majdnem egész területéről is elmondható, hogy a reformáció idejében valamelyik protestáns hitre tértek át. A szlovákok evangélikusok lettek, a magyar nyelvterületek pedig reformátusok. Emiatt a templomok belső elrendezése is megváltozott. A különbségek egyértelműen felismerhetőek a református, az evangélikus, illetve a katolikus templomok között. Az első és legfontosabb jel az oltárnak a hiánya vagy megléte. A református templom legkiemelkedőbb része a szószék lett, ahonnét a tiszteletes Isten igéjét prédikálja az egybegyülteknek. Emiatt ez legtöbbször a templom közepére került. Előtte, mellette, a szokásos padok mellett még a karzat is a szakrális tér felé fordul. És persze a református templomok legjellemzőbb része a kazettás festett mennyezet. A gömöri régióban sok templom eredeti állapotában maradt fent, ezek a mai napig őrzik a rusztikus, festészeti hagyományaikat. Nagyon különleges ez a kazettás mennyezet, piros tojás, kék tojás, mondhatnánk azt, hogy egy húsvéti mennyezetről van szó, és a dátum ezen is 1801, amikor bővítették a templomot, viszont a karzat későbbi nagy valószínűséggel, és át lett már festve, úgyhogy ezt is meg kell majd vizsgálni a restaurátoroknak, hogy milyen lehetett az eredeti.
festése. A központi kazettát egy nyíló virág díszíti, mellette az 1801-es évszám olvasható. A református tanítás szerint az emberalakok ábrázolása tiltott volt, ezért díszítik más motívumok a templom mennyezetét. Különlegesek a karzat magyar nyelvű táblái is, amik jól dokumentálják a templom történetét, átépítését, meg azt, hogy ki volt akkor a lelkész, a mester, a gondnok. A középkori templom 1552-ben került a református egyház kezébe, a teljes átépítés mellett ekkor épült meg a torony különleges zsindellyel fedett hagymakupolája is. Obnova zvonice Szalúci vlastne prebehla v rámci nášho projektu, ktorý... A Szalúci harangtornyot egyébként nemrég újították fel. A restaurálása egy projektünk részeként valósult meg, amelyet a Rozsnyói Közép-Európa Alapítvánnyal közösen hajtottunk végre. Szlovákia lakosai adójuk 2%-át ajánlhatják fel egyesületeknek, és erre a támogatásra a Gotička Cseszta is minden évben pályázik. Az összegyűlt pénzt a régió felújításra szoruló templomai között osztjuk szét, így jutott a Szalóci templomra is. A torony tetejét kellett felújítani, így kapott egy új barokk sisakot zsindelyfedéssel. A borzovai templomot is 1399-ben említik, a Szilceivel együtt birtokösszeírásban, a Tekus család birtokösszeírásában, vagy a Szalonnai család összeírásában. Ott ilyen vitás kérdésekben próbálták rendezni a dolgokat tudomásom szerint, és így határozták meg aztán, hogy mi hova és kihez tartozik. És ilyen módon a templomot is említik. És akkor érkezünk meg Borzovára, ami teljesen más vidék. Zsákfalu az erdők között, nagy része a szlovák karszt nemzeti park része. Északnyugatról Szalóccal, de keletről már Aktelekkel határos, olyan közel van a szlovák-magyar államhatár. Magyar többségét máig megőrizte, a lakosság többsége is református. Az erdők ugyanezt elrejtik, de Trianonnal egy erdőrésze is Aktelekhez került, határában a 20. században márványbányászat folyt. Nem tudtuk bizonyítani azt, hogy középkori templomról lenne szó egészen az elmúlt esztendőig, amikor is elkezdődtek a feltárási munkálatok, régészeti feltárás, amely egyrészt kívülről feltárta a sekrestjét, a szentélyre kapcsolódó sekrestjét, és bent pedig a szentélynek a maradványait, és így már bizonyított lett az, hogy tényleg középkori templomról van szó. A régészeti feltárás során még találtak egy csontvázat is. Minden bizonnyal, ha a templomtérbe lett temetve, akkor egy nemesről van szó. A sírban fekvő alak lehetett akár egy templom alapító a Szalonnai családból, minden esetre kiemelt helyre a főoltár előtti részre temették. A feltárás a felázott templom falak korát akarta meghatározni, így jutottak el a belső térben az alig 70-80 cm mélységben lévő sírig, a sokkal korábbi régi szentély zárófalainál. A csontváz egy idősebb, középkorú férfié volt, és egy különleges genetikai kapcsolat kutatásához is alapot adott. Az illető ugyanis gerincbetegségben szenvedett, méghozzá ugyanabban, amiben egy ma élő borzovai. A kutatók a DNS mintáik alapján keresik a genetikai kapcsolódást. A festett kazetták több mint 300 évesek, és az a Bede Pál festette meg őket, aki Jósvafőn és Szalonnán is dolgozott. Amikor már kibővítették a templomot, akkor nagyon szép kazettás mennyezet és kazettás karzat is készült. A mennyezet részben már restaurálva lett, és ugyanakkor a karzat még megmentése vár és restaurálásra vár, és hát ez az érdekessége, hogy a virágmotívumok közül nincs két egyforma, mindegyik más, tehát kombinálja a virágokat, a virágok elhelyezését, a különböző virágok elhelyezését, és ebből fakadóan mindegyik más. Ugyanakkor a karzatot tartó oszlopok, a karzat feljárati lépcsőnek a vége, és így tovább, ezek mind műemlékként vannak számon tartva. A templom a kutatások és a restaurálás miatt ma zárva van. Csak a jövőbeni támogatásoktól függ, mennyit lehet majd megmutatni az eredetiségéből és a múltjából. A 16. századi templomhoz viszont egy különálló klasszicista torony is tartozik.
A talán késő román vagy gótikus egyhajós templomot az itteni szájhagyomány szerint még a husziták építették, a torony viszont azért épült külön és jóval később, mivel a borzovai református templom még az 1781-es türelmi rendelet előtti protestáns templom. Azaz eredetileg se harangja, se tornya nem lehetett, ez csak később épületett mellé.